Császár Gáborral beszélgetünk. Négy meccs után immár következik a Dánia elleni csata az Európa-bajnokságon, és ha négy meccsről beszélünk, akkor ki lehet azt is jelenteni, hogy a magyar csapat egyre jobb és jobb formát mutat, és azt hiszem ez Császár Gáborra is igaz. Hogy látod, hogy értékeled az EB eddigi történéseit? Hát nem kezdünk mondatot persze. Szóval nagyon pozitívan értékelem, és nagyon pozitívan látom ezt az Európa-bajnokságot. Én azt gondolom, hogy egy olyan nem létező és fiktív nyomással és stressz helyzetben jöttünk ki erre az Európa-bajnokságra, amire tulajdonképpen abszolút nem volt szükség, de valahogy ez egy ilyen gerjesztett állapot volt, és egy kissé már úgy tűnt, mintha már előre borítékolták volna már a végkimenetét ennek az Európa-bajnokságnak sokan. Nem értem, hogy miért volt erre szükség, de ez már mindegy történelem is. Én azt gondolom, hogy ezen az Európa-bajnokságon nehéz csoportban voltunk, de mégis így utólag visszagondolva nekünk ez valószínű, hogy kellett is ahhoz, hogy így szépen jól fel tudjuk építeni ezt az EB-t. A spanyol meccset azt egy picit sajnálom, hogy az egy olyan kicsit olyan homogénre sikerült, egy kicsit olyan semleges volt ez az egész, olyan semmilyen. De aztán az izlandi mérkőzésre tulajdonképpen azon meg is érkezett a csapat, akkor érkezett meg igazán az EB-re. Nem nagy probléma ez, de így visszanézve, visszatekintve azért nyilván egy kicsit lehet, hogy másképp csinálnánk. Az izlandi meccs ott volt, X döntetlen, most valaki azt mondja, hogy elvesztettünk egy pontot, valaki azt mondja, hogy nyertünk egy pontot. Én nagyon-nagyon pozitívan látom azt, én azt gondolom, hogy abszolút nyertünk egy pontot. A norvégok ellen meg ugye az volt a lényeg, hogy ott tovább jussunk, és ez sikerült is. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy erő van ebbe a csapatba és ebbe a közösségbe, és így belsősként azt kell, hogy mondjam, hogy az a kohézió, az az erő, amit tényleg így összehoz minket, és ahogy mi tudunk egymásért küzdeni a pályán, az ritka és példaértékű. Úgyhogy ez vitt is, repített is tovább minket a macedón meccsre, ahol azt gondolom, hogy esélye nem volt a macedón csapatnak, és így most már 3 ponttal vagyunk a középkörbe, aztán majd meglátjuk, hogy tovább. Egy picit azért a saját játékodról is kérdeznélek, mert mi szurkolók is ezt látják, én is ezt gondolom, laikusként, hogy abszolút egyre inkább formába lendülsz. Az egy héttel ezelőtti önmagadhoz képest, hogy érzed magad? Egy héttel ezelőtti önmagamhoz képest? Igen, minden játékosnak vannak olyan időszakai az életében és a karrierjében, amikor esetleg egy kicsit mellőzik, vagy nem úgy jön ki a játék, nem úgy jön ki a lépés, ahogy ő szeretné. Nekem most ez az elmúlt fél év, ez ugye egy kicsit a beilleszkedéssel telt, a új helyre kerültem ugye Párizsba, és ez sok energiát felemésztett. Kevésbé tudtam ugye a kézlabdára koncentrálni, és kevesebb lehetőség is jutott arra, hogy koncentráljak a kézlabdára. Ezért nekem az egész felkészülés alatt tulajdonképpen azzal telt az idő, hogy én összerakjam magam, és a jól bevált, mindig is játszott, mindig megcsinált mozgásokat, azokat most is elővegyem. Csak egyszerűen ez nem úgy megy, hogy most itt egyik napról másikra előveszi az ember, hanem fel kell építenie magát, az önbizalmát, a mentálisan meg kell erősödnie újra, és hát nyilván ez az út, ez egy olyan út, ahol közben a közönség, akik ugye türelmetlenek, ők azt mondják egyből, hogy hát hol van a teljesítmény, hol van innen, és van, aki már nem is titkolva egyből kifejti a véleményét, hogy hát jó, hát akkor ez már nem is úgy működik, nem is olyan jó. Én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy el tudtam jutni az Európa-bajnokság kezdetéig arra a szintre, hogy a csapaton belül láttam azt, hogy szükség van rám is, hogy fontos szerepet tudok kapni, fontos szerepem lehet. Ezen az Európa-bajnokságon több jó teljesítmény látható, és reméljük, hogy még látható is lesz. Én azt gondolom, hogy az én itt nyújtott teljesítményem az elmarad az ezelőtti jó világversenyeimtől, de
én saját belül, ha értékelnem kellene magamat, én nagyon-nagyon ölt küzdök azért, hogy azt, amit most a pályán a nézők látnak, és valakinek ez elég, valakinek ne kevésbé, azért én nagyon-nagyon sokat teszek, és közben ugye ez számomra le is fáraszt, mint pszichésen, mint testileg, úgyhogy minden nap, minden mérkőzésben úgy megyek bele, hogy valahogy tudjak egy szintet megint előre lépni. És ugye vannak olyan dolgok, amiken itt Európa-bajnokság közben már nem lehet változtatni. Szóval nem tudok most egy kicsit még gyorsabb lenni, pedig szeretnék, nem tudok egy kicsit még ezt gyakorolni, vagy azt gyakorolni. Itt élesben mennek a mérkőzések, viszont örömmel látom azt, hogy van annyi rutinom, hogy ezeken a mérkőzéseken azért tudjak valamennyire segíteni a csapatnak. Van, amikor többé, valamikor többet, valamikor kevesebbet. Úgyhogy az én teljesítményem azon, hogy most amilyen fázisában vagyok én most az életemnek és karrieremnek, én igyekszem kihozni ebből a maximumot. Biztosíthatlak, hogy kívülről is látszik ez a fajta küzdelem. Következik Dánia, az Európa-bajnoki címvédő, illetve házigazda ország válogatottja. Te játszottál is Dániában egy ideig, a dánok vezéregyénisége pedig most csapattársad Párizsban. Mire számítasz hétfőn? Hétfőn, igen, vasárnap van, ez is jó tudni, hogy milyen napok következnek. Egyértelműen papírforma az, hogy a dánoknak nagyobb esélye van ellenünk. Én ezt az országot ezt nagyon megszerettem, és hozzá nagyon közel áll az ő gondolkodásmódjuk. Számomra az én szimpátiámat nagyon élvezi a Dánia. Viszont holnap egy mérkőzés játszunk. A Dánia elverte Spanyolországot, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen már bérelt helyük van a négy között. Én azt gondolom, hogy nekik már sok problémájuk nem lehet. Minket egy kicsit lenézhetnek, hogy magyarok vagyunk, és hogy a spanyoloktól kikaptunk, ők meg simán verték a spanyolokat, vagy valami hasonló gondolkodásmód. Remélem, mert az nem lenne rossz, hogyha minket lenéznének egy picit. Mi egybe hihetünk, én azt gondolom, hogy az, amit eddig felépítettünk, azt nem szabad lerombolnunk. Az, hogy az a stabil védekezés, most már egy kicsit jobban futunk, amit még lehetne, én azt gondolom, hogy előrébb vinni, amiben lehetne még fejlődni. Támadójátékban is már vannak olyan mozgások, amik így szépen napról napra kialakultak, és a munkába, a meccsekbe jöttek ki ezek az ötletek így egymás között. Ha ezt még tovább tudjuk fejleszteni, és tovább tudunk fejlődni még ezekben a dolgokban, és nem esünk össze, akkor én azt gondolom, hogy mi mindenképpen nyerni fogunk azzal a dán meccsel. Ez nem azt jelenti, hogy győzelem lesz. Egy vereség is lehet felérhet néha egy olyan győzelemmel, nem is győzelem a jó szó, hanem az, hogy ne inogjunk meg. Én szerintem az a legfontosabb, hogy az osztrák meccs nekünk majd nyilván arra nem lehet gondolni, az, ami nyerhető. A dán meccs, meg azt gondolom, hogy úgy kell belemennünk a meccsbe, hogy megpróbáljuk, és úgy kell játszanunk, hogy esetleg nyerhetünk. De nyilván papíron még egyszer mondom, hogy Dánia sokkal esélyesebb a meccsnek, de nem feltartott kézzel fogunk menni, ez biztos.